Még tart az őzekpárzási időszak a hazánkban. Ilyenkor ezek az állatok nagy veszélyt jelentenek a közlekedőkre, mondja a baranyai rendőrség munkatársa. Az elmúlt hetekben számos olyan baleset történt Baranya megye területén, ahol erdei őz tévedt a közútra, és a járművezető már nem tudta elkerülni a vele való ütközést. A baleset során az őzek elpusztultak, a járművekben tetemes anyagi kár keletkezett, és volt, hogy személyi sérülés történt a baleset következtében. Nagyobb figyelemmel kell közlekedni ilyenkor, akár a fényszórók is segíthetnek a veszélyforrás észlelésében, mondja a rendőrőr nagy. Mivel ezek a balesetek lakott területen kívül történnek, ezért azt tudjuk tanácsolni a közlekedőknek, hogy használjanak távolsági fényszórót, persze csak olyan helyeken, ahol a szembe közlekedőt ez nem vakítja el, és pásztázzák az úttestől jobbra-balra eső területen a vadak felbukkanását. Hogyha vad kerül eléjük, ne hirtelen kormánymozdulatot tegyenek, hanem fékezéssel csökkentsék a sebességüket, így kisebb lesz az ütközés ereje is. Ahol egy vad az úttestre ugrott, ott pedig számítsanak több vadra is. Célszerű a haladási sebességet csökkenteni annyira, hogy belátható távolságon belül meg lehessen állni a járművel. A vadriasztó síp használatát szintén ajánlja a rendőrségi szakértő.